Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás augusztus 13-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai és tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei. Mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba? Ehhez jön egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai és tervei. Erre megadja a választ ez a kártya. A hetes szám a hold energiájával áll összeköttetésben, az mutatja a vágyakat, a reményeket, az álmokat. A kép utal egy kiútra, ami megvilágosodik előtte. Ő változni akar az ő életén, keres egy kiútat, új lehetőségeket, tervez valamit. Ezt látja is, hogy mit akar. Amit nem lát, az a kígyó a háttérben, és az egy hölgyre utal, a háta mögött. Figyeli őt, tudni akarja, hogy neki mik a tervei. A második kérdés az volt, hogy milyenek az ő érzelmei. Itt a képen látható a négyes szám, és az arra utal, hogy neki kell a biztonság érzete. És a kép mutat valami írást, valamilyen szerződés, vagy egy levelet, és ez a papagáj utal egy beszélgetésre, vagy telefonbeszélgetés, vagy utal egy találkozásra. Ő beszélni akar veletek. A harmadik kérdés pedig az volt, hogy milyen lépéseket tesz irányotokba. A nap az kivilágít valamit, láthatóvá tesz valamit, és mutatja az igazságot. Mondhatnám, kiderül az igazság. A gyermekek utalhatnak arra, hogy ő beszél a gyermekekről, viszont ennek van egy szimbolikus jelentése, és az azt közli, itt lesz egy új kezdet, vagy újdonságok, valami változik. A napi csokis kártya is közöl valamit, mégpedig azt, itt van elhivatottság, itt van egy feladat, amit meg kell közösen oldani. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást. Ez egy videó felvétel álnéven, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!